Ez a Frontember mai adása, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, azon túlsó végén pedig Georg Spötle biztonságpolitikai szakértő. Szia Georg, köszöntünk ma is a műsorban. Szia Tomi, szeretettel köszöntelek én is téged, meg minden kedves nézőnket, hallgatókat. Azonnal belevágunk a mai adásunkba, előtte azonban arra kérek mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra. Most, amikor felvesszük ezt az adást, akkor mindössze 3 feliratkozó választ el minket a 193 ezredik feliratkozónktól, úgyhogy köszönjük, ha segítik ezzel is a munkánkat. Vágjunk bele, egy elég szövevényes üzgyel kezdenék. Az ukrán katonai hírszerzés, azaz a GUR bejelentette, hogy felelősséget vállal a zaporizsiai atomerőmű biztonsági vezetőjének meggyilkolásáért. Az ügynökség háborús bűnösnek és Oroszország kollaboránsnak nevezte az áldozatot, erről a Euronews ír. A Telegram csatornáján közzétette a GUR egy videó felvételt, amelyen egy terepjáró felrobbanása látható, nem sokkal később az orosz nyomozóbizottság megerősítette, hogy Andrei Korotkit megölték Enerhodárban az atomerőmű helyszínén. Te hogyan kommentálnád ezt a hírt? Hát figyelj, ez állami terrorizmus, tehát ezt nem is érdemes szépíteni, nem is lehet szépíteni. Tehát főleg, hogy a GUR, ugye az ukrán katonai hírszerzés el is ismerik, hogy ezt az embert meggyilkolták. Tehát ez nyilván olyan módszer, amiket nem tudom, az Al-Qaeda, az iszlám állam és hasonló terrorszervezetek alkalmaztak, tehát azért egy állam ilyet nem csinálhat, mert ha megpróbálják mondjuk elfogni hadbíróság elé, vagy bíróság elé állítani, de nem tudom, hogy katonai rangja volt-e vagy nem, elképzelhető, hogy igen, az egy teljesen más dolog, hogy egy független bíróság ugye valakire kimondja, hogy mondjuk háborús bűnöket követett el, kollaborált az ellenséggel, de az, hogy egyszerűen a terepjárójában robbanóanyagot helyezni el és felrobbantani, de hát ugye tudjuk az ukránoktól, ez nem áll távol. Hát emlékezzünk csak, hogy felrobbantottak ugye egy influencert, aki egyben haditudósító is volt, Tanárszki volt. szobrocskát adtak oda neki, igen, a kávézóban, ott nem csak jól, hanem mások is életüket vesztették és megsérültek. Meg akartak gyilkolni ugye egy politológust, véletlenül a lányának az autóját robbantották fel, illetve autót cseréltek, tehát ő akart az édesapja terepjárójával hazamenni, úgyhogy a fiatal hölgy vesztette az életét, úgyhogy ez nem idegen az ukránoktól, és tényleg mindig megdöbbenek, amikor sem az Európai Unió, sem az Egyesült Államok senki nem ítéli el ezt, hogy terrorista módszereket alkalmaznak, és egyszerűen csak lenyilkolnak valakit, mert azt mondják rá, hogy mondjuk háborús bűnös vagy pedig kollaboratőr. Ugye ez egy nagyon nehéz, vagy hát nem tudom, hogy nehéz, de egy ilyen mély dilemma mind orosz, mind ukrán oldalról, hogy mi az, ami egy háborús hadműveletnek a része, és hát nem az, hogy belefér, mert mindegyik embertelen dolog, de ami a háborúhoz hozzá tartozik, és mi az, ami meg már állami terrorizmus, mert két háborúban álló ország esetében, aminek az egyik fele ráadásul nem is mondja ki, hogy ez egy háború, ez egy nagyon bonyolult dolog. Hát van az a régi mondás, hogy a háborúban és a szerelemben minden megengedett. Én azt mondom, talán a szerelemben igen, de a háborúban mégsem. Tehát ha megnézzük most az orosz felet, ugye, ők nem követtek el ilyet. Tehát egyetlen egy ukrán politikus, tisztségviselő, valaki a döntéshozó központokból nem vesztette az életét úgy, hogy mondjuk rárobbantották a kocsiját vagy a lakását. Ukrán oldalról pedig most már számos ilyen eset van. Tehát ha úgy nézzük, akkor Oroszország betartja a háború szabályait, tehát azért látjuk, hogy nem szőnyegbombázták Kijevet vagy más nagyvárosokat, hanem nagyon lassan haladnak előre, tehát most az elmúlt 6 hónapban utána néztem, 30 kilométert haladt előre az orosz hadsereg, de tényleg akribikusan tisztítják meg a terepet. Uledár ugye, ami most fel lesz szabadítva, ott is például megengedték, hogy taktikai visszavonulást hajtsanak vissza az ukránok, tehát nem volt az, hogy a visszavonuló ukrán katonákról ösztönzett zúdítottak volna, hanem az ukránok bejelentették, elhagyjuk a várost, elhagyták, volt egy két egység, amelyik megadta magát az oroszoknak, tehát nem akartak további harci cselekményekben részt venni, őket ugye hadifogolyként kezelik, erről is számtalan felvétel van a Telegramon, ott is mondják nekik, hogy nem fogunk titeket bántani, igazából testvérek vagyunk, és ott kiosztották az élelmiszerrációkat nekik, tehát ők viszont fogják látni a családjukat, ez mindig egy jó dolog, hogyha valaki túléli a háború oklát, de mondom, tehát hogyha így most így visszagondolok, javíts, hogyha nincs igazam, vagy hogyha van bővebb információ erről, de szerintem az oroszok ilyet nem követtek el, tehát terrorista módszereket nem alkalmaztak ebben a fegyveres konfliktusban.
Én is most így gondolkodom, mert ugye a gravitációs hullámpont inkább az orosz oligarchákat szokta elérni Igen. ebben a háborúban. Egyébként a zaporizsiai orosz hatóságok elítélték a gyilkosságot, és ígéretet tettek a felelősök megbüntetéséére. Jurij Černicsuk, a létesítmény igazgatója úgy nyilatkozott, hogy ez egy szörnyű, embertelen cselekedet, a nukleáris létesítmény biztonságát szavatoló alkalmazottak elleni támadás, meggondolatlan, felháborító lépés. A kérdés az, hogy szerinted lesz-e orosz válasz? Nem tudni. Nyilvánvalóan olyan rossz válasz, hogy most felrobban egy ukrán tábornok, vagy valaki az autójával, nyilván nem eddig se volt, ugye. Eddig is Oroszország elítélte, és igyekezett azért kézre keríteni azokat az embereket, akik részt vettek ezekben a terrorcselekményekben. Ugye az a fiatal hölgy, aki egy ilyen ellenállási csoporthoz tartozott, és aki az influencernek a kávézóban odaadta bombát, hát ő nyilvánvalóan ugye már bíróság elé is állt, tehát ő már életében nem fogja elhagyni a börtönt. Tehát nyilvánvalóan őket elítélik, és nagy valószínűséggel életfogytiglan kapnak, amennyiben kézre kerülnek. Tehát ilyen válasz lesz, de hát Igen, azért csak neki... ugye talán ez azért más, mert azokat mindig ilyen diverzáns akcióknak minősítették meg. Van az a orosz szeparatisták hajtották végre. Itt viszont Ha gyakorlatilag nekem ez a léteznek. furcsa, hogy az ukrán titkos szolgálat elismerte, hogy ők voltak. Hát figyelj, Budanovnak nagyon kifele áll a rúd. Ugye most is a sajtó, a német, az orosz, a magyar megemlékezett arról, hogy elégedetlen vele Zelenszkij elnök. Tehát nyilvánvalóan ő akart most egy nagyot durrantani, Ez a hát kérdés, hogy ez ki a egy búcsú vita. akció volt, vagy egy Búcsú akció bebizonyítása annak, szól, hogy... igen, legszorosabb értelmében, hogy azért ő kezelni a GUR-t, kezelni a helyzetet, és hogy tudnak akciókat végrehajtani akár az ellenséges vonalak mögött is. Ilyen szemszögből az akció sikeres volt, de nem tudom, hogy ezzel sikerült-e visszanyerni a Zelenszkij bizalmát. Ugye lehet látni, hogy újfent tisztogatások folynak, mind vezérkari tisztek részéről. Úgy lehet, hogy az új védelmi miniszternek is mennie kell, tehát állítólag bele sem elégedett Zelenszkij. Lehet látni, hogy azért van egy kapkodás, hogy most már rendszeresen cserél le nagyon fontos döntéshozókat, mind a kabinetben, mind pedig a katonaság vagy a titkos szolgálatok élén. Ez részben lehet azért, hogy talán nem bízik bennük, tarthat akár egy puccstól is, ugye ezt is már többször megemlítettük, hogy egy alternatíva lenne, hogy megpuccsolják Zelenszkit és véget vetnek ennek a háborúnak. Tehát nem tudni, mi van a fejében, de elképzelhető, hogy tart ezektől az emberektől, vagy pedig valóban, hogy a sajtóhírekben lejött, nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, és hát lehet látni, hogy az oroszok egyik települést a másik után szabadítsák fel, úgyhogy igazából a Donbass orosz lakta része az most már nagyon nem sokára teljesen az Oroszországi Föderációhoz fog tartozni. Hogy utána mi lesz, mert azért folyamatosak a támadások, ugye Harkov ellen folyamatosak a támadások Odessa ellen, hogy lesz egy olyan, vagy van egy olyan terv a Kremlben, hogy tovább mennek ezeken a területeken, amiket ugye eredeti célul kitűztek, hát azt a jövő fogja mindenképpen megmutatni, de most igazából az orosz csapatok 5 kilométerre állnak egy nagyon fontos logisztikai központjától az ukrán hadseregnek, ahol kiépítettek tényleg egy bunkerrendszert, egy komoly erőt, mint az ukránok, de hogyha ez sikerül bevenni, akkor igazából ott a észak-déli ellátási vonalát a fronton az ukrán hadseregnek teljesen meg tudják bénítani, és főleg, hogyha, mint ahogy ez Oderdárban is megtörtént, nyugati eszközök és lőszerek ugye nagy mennyiségben az Oroszországi Föderáció csapatainak a kezére kerülnek, hát akkor azt mondom, hogy az egy orosz szemszögből nézve egy abszolút nyertes szituáció, mert ugye az mindig jó a hadmérnököknek, hogyha eddig számukra új ismeretlen fegyereket, eszközöket tudnak Most pont tesztelni, Ugledárnál lehet gyártani. egyébként ezt olvasni, hogy a NATO által szállított fegyvereket Bizony. foglalnak le az oroszok, és elkezdték tanulmányozni, hogy akkor mi hogy van. Persze, ez nagyon fontos, mert akkor egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy technológia transfer, mert kicsit egyoldalú a dolog, de mondom, ezeket a fegyvereket után gyártják, vagy pedig bizonyos részeket ugye adaptálnak és felhasználják majd az orosz fegyverrendszerekbe. Tehát ez mindig fontos a hadmérnökök és egy ország számára megszerezni az ellenségnek a modern fegyvereit. Ezért is nagyon ockodtak még a háború kezdetén a NATO tagok attól, hogy modern fegyvereket adjanak el. Tehát
igyekeztek akkor még a szabad piacon beszerezni AK-47-eseket a hozzátartozó 762-es műszerekkel együtt. Igazából ezt a régi orosz vagy még szovjet rendszerű fegyvereket akarták csak átadni, direkt azért, mert tudták, hogy előbb-utóbb az oroszoknak a kezére kerül valami. És hát ha megnézzük a páncélosoknak, tehát a harckocsiknak a kompozit páncélzatát, ugye, amihez például egy abszolút titkosan gyártott ilyen abszívás célú anyagot is felhasználnak a borítására a páncélzatnak, ami abszorbálja mind a röntgen, mind pedig az ultravörös fény. Tehát igazából a páncélosok a szinte lopakodó módba láthatatlanná teszik, tehát ez is nagyon fontos ugye az oroszoknak, hogy hozzájussanak olyan technológiához, hogy meg tudják vizsgálni, kémikusok által ugye lebontsák ezt az anyagot, hogy milyen összetevői vannak. Ezt a bevonatot Dél-Koreában gyártják, tehát egy ilyen kivagyterű, nagyon érdekes anyag, és mondom, ez a világon a legjobb, a legtoppabb, tehát ezért használják például a legmodernebb leopárd páncélosokhoz is, azokhoz is, amiket most a magyar hadsereg rendelt, amiket itt használnak, vagy részben már itt is fognak gyártani. Tehát mondom, mikor a szovjeteknek próbáltak hozzájutni például a lopakodó repülőgépeknek a festékéhez is. Tehát ott is ügynököket használtak, hogy minimálisan, ha csak lekaparja a festésnél ezt a réteget is eljuttatja. Tehát voltak ilyen hírek, hogy általában levélben küldték ezt el Amerikából Oroszországba. Tehát mondom, itt tényleg minimális egy-két gramnyi anyagról van csak szó, amit azért klinikusok elemezni tudnak. Tehát onnan ez egy nagyon fontos, nem elhanyagolandó dolog, mint ahogy most ugye a Huszik lekényszerítettek például két amerikai drón nemrég, tehát ezeket is nyilvánvalóan nem Jemenbe fogják szétkapni valami garázsba, ahol régi Toyotákat szervizelnek, hanem el tudom képzelni, hogy a legfontosabb szövetségesüknek, Iránnak fogják átadni, és hát azért az iráni hadmérnökök ott vannak a világ élvonalában, De jobbak az nyilvánvalóan. iráni hadmérnökök, mint az oroszok egyébként? Elképzelhető. Most nem mondom, hogy az oroszok, azért megnézek egy Szukhoi 57-es vagy 35-ös vadászgépet, vagy a Tukhoi 160-as White Swan, tehát azért brutális technológiával rendelkeznek. De én azt mondom valahogy mikroelektronikában, én úgy látom az utóbbi években az irányok rengeteget fejlődtek. Tehát nyilvánvalóan Oroszország ezért is vásárolt tőlük például Shahed ezeket az Mark II típusú drónokat, mert ezek nagyon könnyen kezelhetők, nagyon precízek, nagyon nagy pusztító erővel rendelkeznek, és ugye egy drónnál azért nem csak a robbanóanyag mennyisége, nyilván az is számít, de hogy mennyire pontosan tudja eltalálni a célpontot, a kamera rendszere, a GPS alapú koordinációja ennek a gépek, tehát hogy pontosan eltalálja a GPS adatok alapján a célpontot, vagy pedig a műhold vezérlés, tehát ehhez mikroelektronika kell, és az irányok ilyen vonalban nagyon-nagyon jó. Úgyhogy én azt mondom, hogy lehet, hogy ilyen vonalon jobbak talán mikroelektronikában az irányok. Még egyetlen kérdés itt az aporizsiai történethez, hogy azt megkérdeztem, hogy az oroszok mit reagálnak, de hogy szerinted a nyugat reagál ebben a helyzetben, elítéli a támadást, vagy ilyenek, és most nem Oroszországot akarom felmenteni, csak érdekelne, hogy például egy háborús helyzetben a nyugatnak belefér egy ilyen jellegű akció. simán. Tehát én egyetlen egy sort nem olvastam arról, például most reggel is átfutottam a Tag és Schaut, a Fókusz, a Spiegel, tehát tényleg a vezető német sajtót egy árva szó nem jött arról, hogy elítélik, de a Politikóban se olvastam, mondjuk, hogy Brüsszel egyértelműen terrorcselekménynek minősíti ezt a gyilkosságot, és hogy elítélni. Tehát ilyen sajnálatos módon nincs. Tehát én azt mondom, hogy ezen úgy elegánsan átsiklan, akkor a holnapra úgy is elfelejtik, mert ott lesz majd Beirut bombázása, ki tudja, hogy Izrael mit fog megtámadni Iránba. Tehát mondom, abban bíznak, hogy ezt elfelejtik, de mivel beszélünk róla is így most sok százezer emberhez csak eljut az a hír, tehát mondom, a nyugat érdekes módon nagyon-nagyon sokszor a rossz szemére vak vagy félvak, tehát nem vett észre nagyon súlyos dolgokat, mint például az állami terrorizmus. Még egy hír Ukrajnához, aztán át is térünk Izraelhez, ez pedig Németországgal kapcsolatos. A ZDF, német közszolgálati médium számol be arról, hogy Szászország CDU-s miniszterelnöke, valamint Türingia várható kormányfője, továbbá Brandenburg szociáldemokrata vezetője a Frankfurter Allgemeine Zeitung című lapban megjelent közös nyilatkozatban szólított fel arra, hogy Németország vállaljon nagyobb szerepet az ukrajnai háború mielőbbi megszüntetése érdekében. Ugye azokról a tartományokról van szó, amelyekben szeptemberben voltak tartományi választások. Itt ezeken a helyeken egyébként egyaránt jól szerepelt az AfD, van ahol első helyen, van ahol pedig a két helyen pedig második helyen szerepelt. Szerinted miről szól ez a nyilatkozat?
Én nem tudom, nekem van benne egy ilyen pici oponizmus érzés is. Tehát, hogyha úgy, mint egy borkóstolónál az ember beleszagol, és akkor érezni a gyöngypohordónak, meg az etes illatokat, hát itt nem tudom, itt egy kis populizmus illat jön fel, hogy megpróbálják ők is kivenni mondjuk az AFD-nek a vitorlájából a szelet, Illetve a ugyanúgy. CDF ezt úgy fordította le, hogy a három miniszterelnök valójában azt tette, amit Sarah Wagenknecht követett. Ezt akartam mondani, hogy Sára Wagenknechtnek a vitorlájából is kivenni a szeret. Nyilvánvalóan mind az AFD, mind Sára Wagenknecht békét szeretnének. Tehát ez egyértelmű. Most, hogy ez a béke, milyen béke legyen, tehát nem akarják azt, hogy Oroszország további területeket foglaljon el, nem akarják azt, hogy tényleg Oroszország most tovább menjen esetleg Odesszába, vagy neki menjen esetleg, ha nem is most, de mondjuk el tudom képzelni, hogy ha még ez a háború ki fog tartani tavasszal, neki menjen Harkovnak. Nyilvánvalóan ezt is el akarják kerülni. De a német politikusok valahol félnek attól, hogy Oroszország akár gazdaságilag is túlságosan megerősödik, meg politikailag. Igazából ebből a háborúból Oroszország mindenképpen nyertesként is kijött már, mert területeket szabadított fel, valamint az orosz gazdaság, hát az brutálisan szárnyal létbe jött a BRICS, tehát igazából Oroszország már most nyer. Az ettől való félelem is nagy. Nyilvánvalóan Németországnak érdeke lenne, hogy ezt a háborút Oroszország befejezze úgy, hogy mondjuk elfogadják a státuszkvót, tehát ezeket a területeket, amiket elfoglalt, plusz a Krím, ezeket tartsa meg, de ne menjen tovább. Tehát ez mindenképpen német érdek lenne. És mondom, nyilvánvalóan ez a választókhoz is szól, tehát ez kevésbé úgymond most az emberi jóságról szólt, hogy a front egyik oldalán se halljanak meg emberek, hanem ez mondom számomra egy kicsit ilyen populista politika, ami most lejött tényleg így a német köztelevízióban, meg annak a hivatalos weboldalán. Hát nem tudom, meglátjuk, de mondom, itt Németországnak, meg igazából itt már senkinek nincs beleszólása, azt látjuk. Tehát ugye, ahogy Mária Zaharova mondta nekem, meg ahogy Mirosnik úr a oroszországi külügyminisztériumban, Moszkvában, tehát hogy ezt a, ők már nem nagyon akarnak tárgyalni, tehát ezt a háborút most végigviszik igazából a győzelem. Tehát ez Oroszország jelenlegi célja. Természetesen a politika meg a háború dinamikája mindig változhat. Tehát előfordulhat, hogy jön egy olyan helyzet, amikor azt mondja Vladimir Putin, hogy oké, tárgyalunk az ukránokkal, hogy ez még Zelenszkij lett, vagy nem, azt nem tudni, valószínűleg nem, de jelen pillanatban ez a Kreml nem fele, és nem belebocsátkozni olyan mondjuk béketárgyalásokba, tűzszüneti tárgyalásokba, vagy békekonferenciákba, ahol Oroszországot meg sem hívták, hogy azt mondták, hogy ez teljesen értelmetlen. Ezt Oroszország úgy látom jelen pillanatban elég erőteljesen eldöntötte, tehát ez a Kreml hivatalos kommunikációja, hogy nem tárgyalunk, harcolunk tovább a győzelemig. Na menjünk tovább, és akkor folytassuk Izraellel. Kedden beszélgettünk mi utoljára, azóta jó sok minden történt, mert hogy akkor ugye ott ért véget a történet, hogy kiiktatták Nasrallahot, a Hizbollah vezetőjét, és akkor találgattuk, hogy vajon mit lép Irán, ugye közben már ez is eldőlt. Most pedig azt látjuk, hogy Izrael egyszerre bombázza Libanon, Gázát és Judea-Szamáriának a környékét, illetve hogy Teherán elkezdte menekíteni az olajszállító tankereit, majd újabb szintén energetikát érintő válaszcsapással fenyegette meg Izraelt. Nekem úgy tűnt az iráni rakéta támadásnál, hogy azért ez egy ilyen irányított és korlátozott konfliktus, tehát hogy senki nem akar harmadik világháborút. Közben nyilatkozatok szintjén azért tényleg áll a bál, de te hogy látod, mennyire van ebben benne az, hogy itt elvesztik esetleg a nagyhatalmak a kontrollt, és tényleges, nagyon durva eszkaláció jön. Ez benne van, figyelj, elvesztették a kontrollt. Joe Biden tegnap bejelentette egy sajtókonferencián, hogy igazából elvesztették a kontrollt, nem tudnak már ráhatni Izraelre. Irára ugye még kevésbé, tehát Iránnak és az Egyesült Államoknak az iráni-iszlám forradalom óta nincs diplomáciai kapcsolatuk, úgyhogy hát ott nem is tudnának. De igazából Joe Bidennek ez a nagyon komoly beismerése volt. Most próbálja egy kicsit Izraelt szelídíteni, hogy ne például a nukleáris kísérleti telephelyekre zúdítson mondjuk egy rakétazápor, tehát ne akarjon egy nukleáris holokausztot elindézni mondjuk egy iráni város közelébe, ahol aztán tényleg számtalan ártatlan civil szenved, majd sugárszennyezettséget. Attól is óvaintette Izraelt, hogy megtámadja az olajmezőket, meg az olajfinomítókat, ugye abból egy borzalmas ökológiai katasztrófa lehetne.
ha Érdekes, belegondolok mert akár. Trump azt mondta, hogy tulajdonképpen ezt kéne csinálnia. Hát én erre ki akartam térni, tehát mindenki is, ugye nagyon kedvelem Trump elnököt, de ez őrültség lenne. Tehát gondoljunk bele azért ilyen városokba, amit azt hiszem talán Eszfahánnak a közelében van egy ilyen nukleáris kísérleti telep, ugye, ahol civil tárgyékész célokra dúsítanak urániumot. Tehát rossz belegondolni, hogyha egy nagyváros sugárszennyezet lenne, tehát azért azokkal az emberi lelkekkel ott el kellene számolni. Tehát Izrael is igazából, Irán is Izraelben két katonai célpontot támadott, Izrael most be is ismerte, hogy a iráni rakétákat ott be is csapottak, ugye, egy légi támaszponttal az amerikai UF-35-ösök állomásoznak, és egy másik katonai létesítmény most nem ugyanban eddig, de tehát lényegtelen is. De mondom, Amerika itt próbál még egy kicsit lavírozni, szóval mondom, hogy Joe Biden sokkal bölcsebb jelen pillanatban, mint Donald Trump, mert annak beláthatatlan következményei lennek. Tehát, hogyha tényleg ott nukleáris hasadóanyag kiszabadulna a légtérbe, és ott emberek százezrei betegednének úgy meg, ahogy mondjuk Csernobilban azok az ott dolgozók, a katonák, meg ott éltek ugye a nukleáris erőmű környékén, az viszont arra ösztönözni Iránt, hogy egy brutális pusztítást hajtson végre, és azért ne becsüljük le Iránnak a haderejét. Tehát az már nem egy olyan támadás lenne, hogy előre szólunk kb. Minden légitársaságnak, az Emirates-nek, a Middle East Airline-nak, meg mindenkinek, hogy kerüljék a légteret, mert rakétákat indítunk, és amíg azért ezt az 1800 kilométeres utat a rakéták megteszik, az alatt azért van bőven idő a védekezésre, hanem akkor el tudunk képzelni, hogy sokkal komolyabb támadás lenne, és azért ott vannak ugye az iráni speciális alakulatok, például a Quds Brigade, ugye El-Quds Jeruzsálem arab neve, azt jelenti, és róla nevezték el ezt a speciális alakulatát a Tepapazdarának, a forradalmi gárdának. Tehát el tudom képzelni, hogy akkor ő is ugye az ellenséges vonalak mögött titkos akciókat kezdené végrehajtani. Ugyanúgy, hogy az izraeliek csinálják, hogy meggyilkolnak iráni politikusokat, magasrangú katonákat, atomtudósokat, hát ezt azért a kuszbrigádok is végre tudná hajtani. Tehát akkor ez eszkalálódna. Tehát akkor nyilvánvalóan nagyon komoly rakétatámadás lenne. És el tudom képzelni, hogy az országon belül is akkor ugye iráni speciális alakulatok és ügynökök elkezdenének egy ilyen likvidálási hullámot. Tehát rossz belegondolni, hogy ki lenne ennek a vége, főleg akkor valóban, hogyha tényleg itt hasadó anyag valahol kiszabadulna, és emberek százezrei betegednek ettől meg. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz szenárió, tehát ezt nem kellene. És mondom, azért egy ökológiai katasztrófa az, hogy tényleg egy iszonyatos olajszennyeződés legyen most a Kaszpi-tengeren, meg a Perzsa-öbölbe, ugye az nem csak Iránt érintené, hanem ha megnézzük a Kaszpi-tengert az Oroszországgal, Azerbajdzsánnal, szintén határos, meg ha jól emlékszem, várjál, nem akarok butaságot mondani, ott van még egy ország, de a lényeg az, hogy tehát ezt el kell kerülni, és ugyanúgy tehát a Perzsa-öbölbe, ott ugye Dubájtól kezdve Ománig nagyon sok ország érintve lenne, ahol tényleg égnének az olajfinomítók, lebombáznának tankereket, és ez az olaj ugye kikerülne a tengerbe. Hát gondoljuk bele, hogy ez brutális lenne. Tehát csak az Egyesült Arab Emirátusoknak a turizmusát nézzük. Tehát már az is katasztrofális lenne. Ja, azt hiszem, hogy Kazaksztánban még ott a közös partszakaszon. Hát én itt most a Perzsa-öbölt nézem, ott Kuvait, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek, Arab Omán, Emirátusok, egy kicsit Katár, Irán. Pakisztán is, és akkor ugye fent meg egyébként Azerbajdzsán, Türkmenisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán is belelók azért, Üzbegisztán. tulajdonképpen Grúzia is, tehát hogy a térség. Megosztanék veled egy összeesküvés elméletszerű Na. kérdést. Ez pedig úgy hangzik, miszerint Izrael még az elnökválasztás előtt be akarta biztosítani azt, hogy Iránnak ne legyen nukleáris fegyvere, részben ugye erről is szólnak ezek az elrettentéses dolgok, közben pedig Irán ugye be is jelentette, hogy ő újra tárgyalásokat akarna kezdeményezni, hogy visszamegy ahhoz a nukleáris megállapodáshoz, amit egyébként Donald Trump mondott fel annak idején, és Így hogy van. ennek kapcsán elkezdődtek nagyon intenzív tárgyalások, többek között Franciaország, hogy a francia-iráni kapcsolatok azok hagyományosan jók. Ugye Macron elnök is nyilatkozott tegnap, felszólalította a nyugati erőket, hogy ne szállítsanak fegyvert Izraelnek, és akkor itt jön az összeesküvés elmélet rész, hogy valójában itt most elbábozzák, hogy mekkora a konfliktus, de a történet vége mégis az lesz, hogy Irán ténylegesen felfüggeszti a nukleáris programját, az Izraelt is megnyugtatja, és akkor a következő
következő 4 évben majd valahogy rendezik ezeket a kérdéseket, cserébe Iránnál meg mondjuk gazdaságilag kicsit jobb lehet a helyzet, meg mivel Kína, Oroszország, BRICS államok már amúgy is támogatják Iránt, ezért tulajdonképpen most mindenkinek érdeke egy ilyen gazdasági normalitás. Kicsit bonyolultan mondtam el, de amit így Nem, kommentekből olvasok, abból valami ilyesmi kép rajzolódik ki időnként, nem tudom, hogy igaz-e. figyelj, amúgy nem ördögtől való gondolat, tehát ez benne van igazából. Tehát ez lenne a sokkal jobb szenárium, mint az, hogy kiteljesedik ez a háború ide az egész közel-keletre. Tehát azért vizsgáljuk meg Izrael haderejét, ami jó, de azért az sem véges. Meg Tehát, azt hogy szerintem az otthonuk védelmére van, és nem egy támadó háborúra. támadó, Látjuk ezt így van, Gázában is. igen. És azért Izrael védelme az sokkal fontosabb lenne, mint most elkezdeni tényleg egy több frontos háború. Ugye holnap lesz az éve, hogy Igen. a terroristák ugye ellenszároltak ártatlan izraelieket, elhurcoltak tuszokat, tehát brutális. Mondom, én Ugye pont a erre mondja Irán, hogy közel-keleten. ez egy jogos támadás volt. Tehát azért az se segít a helyzet Nem, az se normalizálni. segít. Igen, Imám Ayatollah Khamenei tartott egy nagy beszédet még pénteken, ugye a péntek ima alatt, és azt mondta, hogy ez egy átgondolt, megfontolt, és hogy egy teljesen jogos védekező támadás. Hát védekező támadás ilyen hangzik, de tehát egy jogos támadás volt, mert ugye Izrael már szártalan iráni állampolgárt, civileket, magasrangú katonákat, diplomatákat ölt meg, és hogy erre jött a válasz. Meg hát ugye a szolidaritás a Hamasszal, a szolidaritás a Hezbollahhal, ugye hát a Hezbollah eleve már Teherának egy kinyitott keze a közel-keleti országokban. Úgyhogy ez egy jobb szenárió lenne, mert tényleg, ha belegondolok, belebonyolódni, ugye most még jobban egy iráni, most már egy szárazföldi hadművelet is van, tehát ott már nehéz eszközök vannak, harckocsik vannak, tehát azt, hogy azt mondták, hogy egy ilyen 48 órás időablakban lesz egy kommandóakció, az már régen volt, tehát szerintem a izraeliek ott fognak maradni Dél-Libanonban, ugyanúgy, mint a polgárháború alatt a 80-as években bementek, aztán 82-től 2000-ig voltak ott Dél-Libanonban, akkor ott van ugye Gáza, még mindig nem tudták megnyerni egy év alatt, és most belebonyolódni egy iráni háborúba. Plusz még ott vannak a jemeniek is, ugye Ansar Allah, vagy Huszik, ahogy itt hívják őket. Tehát azért ez kemény jó lenne. Tehát, és ahogy te is mondod, ez egy védekező, védelmi hadsereg, nem pedig arra, hogy több fontos háborút hívjon. Erre igazából csak a kínai meg az amerikai hadsereg képes jelen pillanatban, hogy több fronton vívjanak háborúkat. Úgyhogy Izraelnek se lenne jó, és az izraeli emberek, ahogy úgy átkutattam például az izraeli sajtót, azért félnek. Tehát ők is mondják, hogy mi lesz ennek a vége, hogy ki kéne valahogy jól jönni ebből egy Hát megállapodásra, szerintem a amit a diplomáciának lakosság az kellene. minden oldalon azért nem tapsol ennek a Hát kialakult persze, hogy nem, helyzet. ahogy Iránban sem, úgy Izraelben sem, tehát Ahogy mindenki félti Libanonban az sem életét, ahogy valószínűleg. Libanonban sem, és ez brutális, most már több mint 2000 ember vesztette az életét Libanonban. Tehát tényleg Beirut központjában vannak iszonyatos bombázások, most ma éjszaka is például. Tehát ott is 200 ezer libanoni menekült, tehát Szíriába. Gondoljunk bele. Tehát, hogy ez milyen migrációs hullámot indított már el, és amíg elindít egy nagyobbat Európa felé, annak meg nyisszuk meg a levét, a 80-asokban is, amikor tényleg százezrek jöttek át Németországba, és hát most ugye nyilvánvalóan sokan Magyarországon keresztül próbálkoznának, ha lenne ugye egy nagyobb közel-keleti háború, ami több országra is átterjedt. Meg kérdés, hogyha ez a háború eszkalálódik, akkor mit lépnek ugye Izrael szomszédjai? Tehát ezt is meg kell fontolni, hogy a most nagyon megfontolt Izrael mellett kiálló Jordánia, ugye Abdallah királlyal az élén, mit lép majd Sisi elnök, ugye, aki katona volt, tábornoki rangban volt, mielőtt elnök lett Egyiptomban. Tehát Egyébként mondom, ide hogy is sok kérdés van. van egy ilyen magyarázat, hogy miért jelenleg mondjuk miért inkább Izrael oldalán állnak be, ez se a jó kifejezés, vagy hogy miért nem állnak egyértelműen mondjuk Libanon vagy éppen Irán oldalára. Ez pedig úgy szól, hogy mind a jordánok, mind az egyiptomiak a palesztinoktól azért kaptak sérelmeket, és hogy például vannak, akik azt mondják, hogy ugye itt egyrészt van egy sita-szunita ellentét is, de másrészt, hogy mondjuk Egyiptom sem szeretné nyilván a gázai arabokat sem, másrésztről meg például, hogy hallani, hogy Libanont is maguk azok az arabok tették tönkre, akik mondjuk a palesztin területről mentek át Libanonba. Hát a polgárháborút Libanonban így van, tehát ott egyértelműen a palesztin fegyveresek, ugye,
akik Tripoliban elkezdték a fegyveres felkelést, ugye még Yasser Arafat volt akkor az El-Fatahnak a parancsnoka, és onnan indult, nyilván vagy a Fekete Szeptember, ugye amikor megpróbálták palesztinok néhány jordán kis segítségével megdönteni a királynak a hatalmát, ugye még Abdallah édesapjának, Huszén királynak a hatalmát, és hát akkor azért a Bedouin hadsereg ott nagyon szépen visszavágott, tehát ott nagyon sok palesztin vesztette az életét, kivégezték azokat a tiszteket, akik részt vettek a felkelésben. Úgyhogy valóban, ahogy te is mondod, vannak ezek a sérelmek, de hol van a határ? Tehát arra gondolok, azért 40 ezer ember vesztette már az életét, nagyrészt nők, gyerekek, civilek Gázában. Ugye most már 2000 halott van Libanonban is. Hogy hol van az a határ, amikor már olyan nyomás van a lakosság részéről, ugye gondoljunk vissza, milyen tüntetések voltak eleinte Kairótól kezdve Ammánig, Hát ez az Beirutig, egész minden. világon. És Londontól ez Berlinig. felángolat, tehát hogy mit tudom én, már ott lesz mondjuk 100 000 halott, akkor bírják-e még a kormányok azt a társadalmi és politikai nyomást, ami rájuk fog nehezedni, hogy hogy dönt akkor mondjuk az Arab Liga, vagy néhány ország, hogy dönt például Szaúd-Arábia, Katár, Egyesült Arab Emirátusok, tehát hogy nekik mi lesz a dolgok, hogy hagyjuk ezt, vagy pedig próbáljuk megfékezni esetleg Izrael katonai erővel, mondom meg csak egy gondolatkísérlet, Ugye de erre szoktam azt mondani, hogy Erdogán mondott ilyet, hogyha készen állnak a többiek, akkor ő bemenne. Pont múltkor jött ezzel kapcsolatban egy komment, hogy mert Nógrádi tanár urat kérdeztem erről, és mondta, hogy jó, de azért Törökország elég messze van, és akkor erre írta valaki, hogy igen, de hát Szíriában például vannak török csapatok, tehát végül is meg lehet ezt oldani technikailag. vannak ott, mondjuk kis számon speciális alakulatok operálnak ugye ott az északi részeken, de hát nyilván hát a NATO egyik legnagyobb hadseregéről beszélünk, tehát pillanatok alatt egy airlift-tel oda tud vinni desszántosokat, tehát ott van ugye a török haditengerészet is, tehát bármikor kimehetnek ugye a Földközi tengerre, és onnan akár egy támadást intéztetnek, tehát benne van. Tehát nagyon jól felszereltek ugye azért a legmodernebb német, amerikai, sőt orosz fegyverekkel is. Úgyhogy rossz ebbe belegondolni. Tehát egyetlen normális megoldás az, ugye, hogy megpróbálni a diplomácia útján ezt a konfliktust elrendezni, és ahogy mondtál, ez a jó összeesküvés teória, hogy ez bejönne, ez a kedvenc összeesküvés teóriám, mert nem folyna vér, nem lenne ebből akár egy nukleáris konfliktus is, mert azért Izrael is, hogyha sarokba szorítanák, nyilvánvalóan Irán ellen bevethetne akkor taktikai nukleáris fegyvereket, De ugye van a neki? hordozó eszközök van persze. Hivatalosan valami 114 darabról beszélnek, amit ők el is ismertek, elint ugye nagyon titkolták, hogy van nukleáris programjuk, de hogy közben még hányat gyárthattak le, hát az csak a jó ég tudja, meg Benjamin Netanyahu, meg Yoav Galant, úgyhogy nyilvánvalóan ez is egy nagyon vészes szenárió lenne, hogyha Robert Irán ellen vagyunk. Sikesztertől megkérdezem, hogy hol van. Hát nyilvánvalóan ezek jól vannak rejtve, de van, tehát ki lehet googlizni, hogyha bárki beírja, hogy Izrael nukleáris fegyveri, akkor feldob egy-két linket. Nyilvánvalóan ezek régebbiek, nem teljes feltáró képet mutattak arról a nukleáris arzenáról, hogy mennyi van, hány kilótonnás, de félelmetes. Tehát ha csak egy is van, és egy rakéta célba találunk egy taktikai nukleáris robbanófejjel, már az is rossz dolog. Úgyhogy rossz ebbe belegondolni, de szegény Irán, aki nagyon szeretem Iránt, egyik kedvenc országom a Közel-Keleten, nagyszerű, nagyon kedves, vendégszerető emberek kapják, akiknek semmi köze a politikához, tehát rossz belegondolni abba, Egyébként hogy szerinted a kiszálltak sakk az alatt emberek. jobb volt Iránnak a politikai rendszere, mint most? Rendkívül korrupt volt a végletekig, óriási volt az olló, tehát a szakadék a nagyon gazdag és a nagyon szegény között. Bárki, aki a Sáh ellen ugye felszólalt, azt azonnal börtönbe vetették, meg kínozták, tehát nem volt egy jó rezsim. Nagyon nem. Tehát vannak még royalisták, nekem is vannak ismerőseim, akik ugye úgy főleg idősebbek mondják, hogy bezzeg a Sáh alatt minden jobb volt, viszont nem volt jobb, mert igazából a Sáh egy diktatúrát tartott fel. Ott volt a Szavák, a titkos szolgálat, akik tényleg úgy figyelték az embereket, nem mondjuk az NDK-ba a Stázi, tehát abszolút nem volt jobb. Most úgy talán van, akinek úgy jobbnak tűnik megnéz régi felvételeket, a nőknek nem kellett hijabot viselni, mit tudom, amerikai autók voltak az utakon, nem Peugeot, mint most. Úgyhogy mondom, megosztó, de akik nem ismerik, csak mondjuk hírből, tehát az iskolába tanultak a Sáh rendszeréről, fiatalabb generációk, ők egyértelműen azt mondják, hogy a mostani jobb.
Bár itt is ugye nagyon sokan, főleg nők mondják, miért kell még hidzsabot viselni, ez nem fér össze ugye a modern világgal. Tehát vannak, akik reformokat szeretnének, ezt a jelenlegi vezetés nem támogatja, ugye Imám Ayatollah Khamenei, a legfelső vallási vezető, tehát neki van döntésjoga ilyenbe, és hát ő nem támogatja, tehát ő a kemény vonalasabb, tehát Irán ilyen, de igazából mondom, egy nagyszerű nép, egy nagyszerű országban, tehát ha megnézem, ott tényleg a természeti csodáktól kezdve, amik vannak, tehát lentről a Perzsa-öböltől, Bandar Abbas kikötőjétől, tőle északra, ugye az Elbrusz-hegységig, tehát egy csodálatos ország, és mondom, tényleg vendégszerető, és nagyon-nagyon remek, nagyon tanult emberek lakják, tehát tényleg különösen a nők részéről nagyon magas adnak a szám, akik felsőoktatási intézményekbe mennek tanulni, és pont ez okoz az országban a problémát is, hogy túl sok a diplomás, túl kevés a munkahely. Tehát mondom, annyian tanulnak tényleg főiskolákon, És ott egyetemeken. mennyire tudnak elmenni? Tehát mondjuk azért én ismerek iráni embereket Magyarországon is, pont a tudományos, meg orvosi életben, de mennyire engedi a saját otthonuk, hogy úgy tömegével akár elmenjenek a világ más pontjaira dolgozni? Hát jelen pillanatban valami 2000 iráni diák tanul magyar egyetemeken, nagyrészt orvosi és fogorvosi szakon, ezek a legpopulárisabbak. De ugyanúgy Németországban, sőt az Egyesült Államokban is találkoztam iráni diákokkal, úgyhogy mennek, mert tényleg tudják, És hogy utána egy jó hazamennek, egyetemen. vagy akár nem De is maradnak. vannak, akik nyilvánvalóan itt is ismerek olyan irániakat, akik aztán itt megházasodtak, itt ragadtak, céget alapítottak, itt élik az életüket, de a legtöbben visszamennek. Tehát akik elvégzik az orvosi kart, ők hazatérnek, mert azért mondjuk egy privát fogorvos irányban is nagyon jó pénzt keres, nem csak itt Magyarországon vagy Németországban. Tehát igazából ezek elég keresett hivatások, és hát tudják, hogy a magyar egyetemek mennyire jók, és hát ugye azért árérték arányban, tehát egy nagyon klassz, nagyon jó oktatási rendszer van itt, és mondjuk sokkal kevesebb, mint hogyha elmész mondjuk egy londoni, vagy egy francia, vagy egy amerikai egyetemre, és megkapod ugyanaz, sőt, akár több szinten még jobb tudást is. Hallgatói kérdésekkel folytatnánk, így szól az első. Kedves Georg, ellentmondásos információk érkeznek Irán megerősítésével per gyengítésével kapcsolatban. Te hogy látod, az elmúlt években a Hizbollah támogatásával nőtt Iránnak a támogatottsága, vagy gyengült? Köszönettel Márton, és bocsánat, hogy ilyen döcögősen olvasom, csak nincsenek ékezetek a betűkön, és próbáltam kibogozni, mi van rajta. Jó, igen, minimum a terápia olyan amerikai képről jön valaki a telefonról. Na, kedves Márton, igazából a Hezbollah, ugye Allah pártja lefordítva, az iszlám forradalom után jött létre. Tehát volt két nagy milícia, amit létrejöttek, az egyik az Amal volt, érdekes módon Nasrallah még az Amalnál, Amal azt jelenti, hogy remi arabult, tehát ez is egy síta milícia volt, mondom, Hassan Nasrallah ott kezdte még a pályafutását, utána létrejött a Hezbollah, azaz Allah pártja, és ez sokkal komolyabb, mert rendelkezik ugye nagyon komoly politikai és katonai struktúrával is, rendelkezik saját titkosszolgálattal, egy politikai párt is, Libanonban a legerősebb politikai párt igazából, tehát ő fogja össze a sintákat, tehát a sinta szavazókat. Ezen felül ott van Kataib Hezbollah néven Irakban is, és azért Irak lakosságának is jó 70-75%-a síta vallású, tehát ugye a két felekezeti ágban szunnita és a síta, tehát ők síták. Ugyanúgy ott van a Hezbollah Szíriában is, ugye tavaly, amikor Damaszkuszba jártam, én is beszéltem Hezbollah tagokkal. Úgyhogy ez nagyon fontos Iránnak, de politikailag és katonailag ott van igazából az egész Közel-Keleten, és minél erősebb a Hezbollah, annál erősebb Irán. Igazából kölcsönösen erősítik egymást, tehát a Hezbollah Irán érdekét képviseli, Libanonban, Szíriában, Irakban. Tehát ott vannak akkor ugye a Huszik, vagy Anzar Allah, Allah segítői, más néven, hogy önmagukat nevezik Jemenbe, ők is nagyon erősen be vannak kötve Teheránhoz. Tehát mondom, jelen pillanatban Irán nagyon erős, Irán átvette azt a szaudi hegemóniát, ami eddig volt. Ugye Szaúd-Arábia volt a vezető politikai és katonai erő a Közel-Keleten. Ez most megváltozott, ezért most Irán nőtte ki magát, és azzal, hogy Irán igazából békét kötött az arab országokkal, ezzel nagyon sokat nyert, ezzel saját magát is erősítette. Ugye azt hiszem talán erről is beszéltünk pár hónappal ezelőtt, amikor az Egyesült Arab Emirátusoknak a haditengerészete felmondta az Egyesült Államokkal való szerződést, és azt mondta, hogy Iránnal közösen akar járőrözni a Perzsa-öbölben. Tehát ez is abszolút teljesen új volt.
Az, hogy a szaudik és Irán újra közeledett egymáshoz, diplomáciai kapcsolatokat vettek fel, kereskednek egymással, újra vannak nagykövetségeik egymás országaiban, ez is egy óriási lépés volt igazából, és ez is Iránt erősítette. Tehát Irán ugye eleve azzal, hogy ő a világ legnagyobb kőolaj kitermelője és negyedik legnagyobb földgáz kitermelő a világon, ezzel ugye óriási hatalom jelen pillanatban, főleg amikor az energia determinál, az energia hordozók mennyiség egy országban adja meg igazából a politikai ritmus, meg a gazdasági ritmus, hogy te mennyire tudsz fejlődni, mennyi energiád van, mennyire olcsón tudsz különböző termékeket előállítani. Tehát ezért nagyon fontos az energia, ezért is Magyarország ugye maradt az orosz energiafordozóknál, mert a gazdaság fejlődése, a munkahelyek megtartása, új munkahelyek létrehozása az mindig az energiától függ. És mondom, Irán ezért is próbálják ugye nyilvánvalóan szankciókkal sújtani az Egyesült Államok részéről, mert nem olyan politikája van, ami az Egyesült Államoknak tetsző, nem olyan politikája van, ami a nyugatnak tetsző. Nyilvánvalóan az, hogy most katonailag is együttműködik Oroszországgal, ez persze, hogy nagyon sok amerikai szenátornál, vagy pedig Ursula von der Leyen is kiverte a biztosítékot, de ez igazából azt mutatja, hogy Iránnak van egy saját szuverén politikája, tagja a BRICS államoknak, egyre erősebben ugye összefonódik Abból tud Oroszországgal és profitálni, hogy Kínával. tagja a BRICS államoknak egyébként? Hát hogy ne tudnád, hogy nyilvánvalóan el tud adni olyan államoknak kőolajat és földgáz, akiket nem kötnek a nyugati szankciók. Tehát ott van például Kína, ott van India, akik ugye óriási energiai és ipari országok, ott van Pakisztán, tehát nyilvánvalóan ők számítanak arra, hogy vásárolnak kőolajat. Úgyhogy igazából Irán is azt mondom, ebből még a szankciók ellenére is jól jön ki ebből a háborúból, mert teljesen új szövetségek jöttek létre. És aki Kínával szövetséges igazából, akitől Kína vásárol energiahordozókat, nyilvánvalóan az részt vesz utána a közös gazdasági kapcsolatok építésébe. Tehát Iránnak ugye szüksége van a szankciók miatt ugye például mikrocsipekre, elektrotechnológiára, amit ugye Amerika vagy a nyugati országok, mondjuk Németország vagy Siemens nem szállított nekik mikrocsipeket, nyilvánvalóan akkor ezt megkapják Kínától, például amik a drónokba kellenek, vagy a vadászrepülőkbe kellenek, vagy az autókba kellenek. Ugye Irán például saját vadászgépeket gyárt, és az odavaló technológiát el tudom képzelni, vagy annak egy részét Kínától vásárolja, ugye a mikrocsipekben Kína a legnagyobb a világon. Úgyhogy én mondom, tehát kicsit most kitértem itt a gazdaságra és meg a katonai fejlesztésre, de Irán rendkívül erős azért, mert energiahordozói vannak. Tehát ha nem lennének, ha mondjuk egy olyan ország lenne, mint nem tudom, Máli vagy Csád vagy valami, nem is hallanánk Iránról, de az energia meg a stratégiailag fontos hely, úgy ott a Hormuz környékén. Tehát ez is nagyon fontos, mert ha mondjuk Irán lezárná Hormuzt, megszűnne a hajóforgalom igazából a Vörös-tenger fele. Tehát mondom, Irán egy nagyon komoly faktor gazdaságilag, és ez a gazdaság adja azt, a földkincsek, a kőolaj, a földgáz adja azt, hogy milyen erős hadsereggel rendelkezik, és hogy beleszólása van a világpolitikába és a világ gazdaságába. És akkor egy utolsó kérdés már, ez pedig így szól. Kedves Georg, azt látjuk, hogy mind az orosz-ukrán, mind az izraeli közel-keleti háborúban blokkosodás tapasztalható, nincsen gyakorlatilag semleges egy-két kivételtől eltekintve. Mit jelent ez a jövőre nézve? Két tömb jöhet létre a világban, amelyek között nem lesz átjárás? Üdvözlettel, Adrien! Így van, kedves Adrián, tehát körülbelül visszatérünk oda, mint mondjuk a 70-es években voltunk, hogy a hidegháború már nem volt annyira hideg, vagy nem volt annyira forró, azt mondom, talán már nem volt olyan nukleáris fenyegetés, de viszont két tömb volt. Tehát igazából Oroszország megmondta, hogy ők újra egy ilyen kétpólusú világrendet akarnak felállítani. Tehát nem csak az a Amerikától dominált egy pólusú, mert az destruktív, és hát igazából láttuk, hogy az Egyesült Államok azért hány háborút kezdett, hány-hány forradalmat, legyen az a Majdán, legyen az arab tavasz generáltak is, és buktattak meg vezetőket, legyen az Muammar el-Gaddafi, vagy legyen az Saddam Hussein, és hogy ennek mik voltak utána a következményei. A terrorizmus. Létrejött az Al-Qaeda, létrejött az iszlám állam, Gaddafi halála után szétesett Líbia, most is szét van esve igazából két részre, emberkereskedelem, rabszolgakereskedelem, ami az egyik legborzalmasabb dolog a világon, fegyveres konfliktus a két ország rész között.
Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a kétpólusú világrend sokkal jobban áll, mert így igazából egy kicsit azt mondom, felügyelik egymás, mint régen ugye voltak a szók, megállapodások is, hogy kinek mennyi nukleáris fegyvere lett. Lehet, hogy vissza fogunk ehhez térni, hogy ott lesz Oroszország és Kína az egyik oldalon, Egyesült Államok és a Nyugat-Európai Szövetségesei a másik oldalon. Mondom, ez szerintem nem ördögtől való, mert talán ezzel a háborúnak meg a regionális konfliktusoknak a veszélye egy kicsit kisebb. Blokkosodás mindig volt és mindig van, tehát országok gazdasági érdeke is azt kívánták, hogy valamilyen blokkot csapódjanak. Emlékezzünk vissza, amikor a kubaiak elüldözték Batistát, aki egy brutális diktátor volt, és szabad kezet adott a prostitúciónak, a drogkereskedelemnek, mindennek. És utána mi volt az Egyesült Államok válasza? Nem az, hogy akkor megpróbáljuk Castroékat Amerika baráttá tenni, közeledni, kicsit ott körbepuszilgatni őket, és utána a BFF-ek leszünk, és Amerika érdekeit képviselni majd akkor Fidel Castro, meg Che Guevara, meg a többiek. Nem. Azt mondták, hogy ezek kommunisták, ezekkel nem szabad üzletelni. Tényleg egy teljes, totális embargót és szankciókat hirdettek Kuba fele. Kuba mit tudott lépni, hogy az emberek ne haljanak éhen? Kénytelen volt a Szovjetunióhoz közeledni. A Szovjetuniónak meg fontos volt, mert ott voltak utána úgy az oroszok, mint egy tüskő Amerika fenekébe, Kubába, emlékezünk vissza a rakétakrízisre. Tehát Amerika valahogy, nem tudom, néha olyan túl hirtelen haragból cselekszik, meg gondolatlanul, nem vádolja fel, hogy mi lesz ennek, mindennek van egy következménye, akcióra reakció, ugye. Mi történik, ha én egy úgynevezett diktátort eltávolítok? Mi történik, hogyha 1 millió fegyveres munkanélkülivé teszek, hogy ezt Irakban tették? Azoknak családjuk vannak, emberek milliói élettek. De olyan brutálisan, hogy nekem, amikor ott jártam, a szívem szakadt meg. Amikor ilyen csontvázás soványodott bébiket láttál, gyerekeket, és a nők már ott próbálták minden dolgaikat, ruháikat, ékszeréket, amik voltak eladni, csak azért, hogy próbáljanak valonnan bébitápot szerezni, mert ők is már olyan állapotban voltak, hogy tejük nem volt, nem tudták szoptatni a kicsiket. És ezzel nem számoltak, és ez a több millió éhes ember, hogy ebből felkelők lettek, majd ide becsatlakoztak a dzsihadisták a világ minden tájáról, és létrejött az Al-Qaeda, Al-Sham, utána abból létrejött az iszlám állam. Tehát ezzel számolni kell. Tehát egy okos politikus, mielőtt egy döntést hoz, hogy lerohan egy országot, vagy ott egy forradalmat robban ki, hogy annak mi lesz a következménye, mondjuk a saját országára. Tehát ezt Amerika valahogy soha nem vázolja föl, és ez egy súlyos probléma. Tehát ezért én azt mondom, hogy egy kétpólusú világrend sokkal jobb, mert akkor én azt mondom, hogy nem, hogy egy mérleg serpenyő, amikor egy kicsit billen, akkor a másik szintén rárak valamit, és akkor visszajön az egyensúly. Úgyhogy mondom, ez igazából már létre is jött. Tehát létrejött ez mondjuk azt, hogy ott van Oroszország és barátai az egyik oldalon, ott van az Egyesült Államok és barátai a másik oldalon, tehát megtörtént ez a blokkosodás, de mondom, ez akkor jó, hogyha nem háborúhoz vezet, hanem pont egy kicsit kontrollálják egymást, tehát ez olyan, hogy van egy kormány és van egy ellenzék, jó esetben egy jó ellenzék, amelyik egy kontrollfunkciót tud működtetni a parlamentben. Tehát valahogy a világnak is így kéne működni, hogy legyen egy egészséges balansz, de ezek a blokkok igazából már létrejöttek. Ez volt a mai frontember. Georg Schöttle, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Egy élmény volt, így mindig jó, így jól indul a vasárnap reggel, úgyhogy most hajrá kávé és reggeli, meg edzőterem, úgyhogy nagyon-nagyon szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Nekem meg lesz még 5 felvételem, mert megyünk holnap Erdélybe egy hétre, és azért kicsit előre kell dolgoznom, úgyhogy Hát izgalmas akkor napok hajrá, lenne. de De nem úgy, hogy sok dolog közben még tenni. beszerveztünk egy színházi előadást, megnézését is, úgyhogy ebben ma minden lesz, úgyhogy izgalmas napja. Ez izgalmas nap, hát akkor nagyon-nagyon jó munkát, üdvözlök minden kollégát, minden résztvevőt, akik még az útrangnak nyilatkoznak, és Átadom kedden mindenkinek. találkozunk. Így legyen, a kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, búcsúzóul arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornákra, és hallgassák a műsorainkat. Georg Spötle nevében is szép napot kívánok mindenkinek, mert ő már kívánt, én meg még nem. Mindenkinek tehát szép napot, viszontlátásra, viszonthallásra.